Az országban csak itt élő ritka indiai orrszarvú három egyede az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében él Sóstófürdőn. A legfiatalabb ivarérett nőstény, a 7 éves Aruna 2014-ben érkezett Berlinből, a 14 éves apa állat Hans 2006-ban Nürnbergből, míg a 10 éves anya Jászmin 2010-ben Plankendélből került az ország legnagyobb vastagbőrű gyűjteményével rendelkező nyíregyházi állatparkba. A kisállat születésére, mely igazi zoológiai szenzáció, már több éve vártak a szakemberek, hiszen komoly szakértelmet igényelt, hogy természetes módon párzásra bírják ezeket a fogságban nagyon ritkán szaporodó állatokat. A kis rinocéros szépen fejlődik, 10 hónaposan megötszörözte testsúlyát. A nyíregyházi állatpark egyik legnagyobb büszkesége a kis indiai orrszarvú, hiszen ez idáig Magyarországon ilyen faj nem látott napvilágot. A pici 56 kg-os testsúlya született, most azonban már körülbelül 300 kg-os testtömegű. Már jó részt nem anyatejjel táplálkozik, hanem szilárd takarmányra is áttért, és előszeretettel csemegézik a zsenge fűből is. Mivel bikaborjúról van szó, körülbelül 2-3 éves korában el fog kerülni majd Európa másik állatkertjébe, de addig is itt a kifutóban az anyjával együtt meg tekinthetik a látogatóink is. Az indiai orrszarvú a földön élő 5 orrszarvú faj egyike, és a legnagyobb méretű ázsiai orrszarvú faj. Testtömege 1800 és 2700 kg közötti. Latin neve Rhinoceros unicornis, elárulja, hogy egyetlen tülke van, melyet a hím és a nőstény egyaránt visel. A 2-5 cm vastag barnásszürke bőre gazdagon redőzött, melynek hatására megjelenése a középkori lovagok páncélozatára emlékeztet, ezért nevezik a fajt páncélos orrszarvúnak is.